jelentős sikerről tudok beszámolni. Igaz, ez még nem az a teljes siker, amit szeretnék. Aki nyomon követi a munkásságomat, az emlékezhet rá, hogy tavaly év végén a perecesi lakók jelezték, hogy több teherautóval hordják ki a perecesi erdőbe a kisvasút nyomvonalán felszedett a kisvasút töltését, amit felszedtek ide a perecesi erdőbe. Akkor én ezt szóvá tettem a miskolci közgyűlésbe, írtam az agrárminiszter úrnak, illetve egyéb hatóságoknak is, és azt gondolom, hogy ez nem való a erdőbe. És ezt követően egyébként ennek az anyagnak a hordása az meg is állt, tehát több teherautóval már nem érkezett a területre. De nyilvánvalóan a teljes sikert az jelenteni, hogyha az, amit már kihoztak, azt is elszállítanák innen. Itt mögöttem látható, hogy jelentősen meg van emelve az útnak a szintje, mint egy jó másfél-két méterrel. Ez egyébként az a kisvasút töltéséből való anyag, amit aztán itt az erdőben több száz méteren keresztül elhelyeztek. Tehát azt gondolom, hogy az jó, hogy ennek a kihordása megállt, viszont azt, amit ide hordtak, azt el kellene innen vinni. Bár ebben részvevők azt mondják, hogy ez nem veszélyes anyag, azonban én azt gondolom, hogy építéséből származó törmelék az nem való az erdőbe, tehát nyilván az is egy jó kérdés, hogyha nem az, akkor a bejelentés után vajon miért állították le, tehát én azt gondolom, hogy ennek továbbra sincs helye itt az erdőben, úgyhogy ahhoz, hogy itt a probléma teljes mértékben megszűnjön, még szükség van arra, hogy ezt a területet is rekultiválják.